szia, gyere tornázz velem egy pár percet, akár szakács vagy akár nem, ülve is kezdheted, nyújtózz a törzseddel és görgesd a vállaidat, gurítsd, rajzolj vele köröket. Szépen húzd ki magad, ez nagyon fontos, ki kell nyújtózni, minden szakmában nagyon fontos, és ezekkel a vállkörzésekkel a vállövet is lazítod, ami nagyon igénybe van véve a szakácsoknál különösen, és egy kicsit rá is hangolódsz a mozgásra, visszafelé is köröz. Kedvenc sorozatomban mondja a Csengetett Milordban Wilson kapitány egy helyütt, hogy ha olyan nehéz lenne főzni, akkor nem hagynák, hogy nők csinálják, és erre ott is megkapja a válaszát, de itt én is elmondanám, közben a könyökünket elől érintjük, és ahogy hátra húzzuk, a lapockákat érintjük. Elől a könyök, hátul a lapocka, hogy bizony főzni amúgy is nehéz, de szakácsnak lenni extra nehéz egy igazi konyhában. Én hobbi szakács vagyok, imádok főzni, és imádok enni is. Domborítsa, hogy előre húzod a könyöködet, és homorítsa, hogy hátra húzod. Így van. És így már a gerincünket is hajlítjuk, a törzsünket is mozgatjuk. Gyere bátran, kettőt még. Még egy. Ez az. Gyere, felemelkedünk a helyünkről. Állásban folytatjuk. Köröz a bokáddal. Állásban az egyikkel. Mit szólsz a kötényemhez? Kifelé is köröz néhányat, meg befelé is. Ez az. És a másik irányba. Egyébként nagyon-nagyon szép szakma, sőt, hivatásnak is nevezném, főzni és enni adni másnak. Valaki másnak. Visszafelé is. És hát a vendéglátásnak is egy nagy csoportja, ugyanúgy, mint az edzőké, magamfajta edzőké, akik csoportos órát tartanak. Mind azt szeretnénk, hogyha a vendég elégedetten távozna, vagy jól lakottan távozna, és visszajönne. Térdünk el, körözünk az egyik irányba, és visszafelé is. Ez az. Most már egy kicsit tudatosabban fogunk állni a két lábunkon, bár a szakácsok nagyon sokat állnak. Emeld a két sarkad, engedd le, guggolás, nyújtózás, és ezt ismételd néhányszor. Emeled a sarkad, leteszed, egy pici guggolás, nyújtózás, gyere még! Közben a munkaruhának ettől a részétől megválok. Gyere még egyszer, fel a sarok, le, guggolás és nyújtózás. Nagyon jó, köröket rajzolunk, a térdünkkel az egyik irányba. Ezzel már ugye a csípőt mozgatjuk át. És visszafelé is. Egyébként is mindenki ért a főzéshez, mert ugye mindenki eszik. Visszafelé, és a másik láb ugyanúgy kifelé kezdjük. Pici egyensúly gyakorlat is. Legalábbis az én ismeretségi körömben mindenki nagy főzőművész. És ha nem is minden területen, de vannak specialitásai. Így van. Jól van. Fúj egyet, egy háziasszony viszont kénytelen szinte minden területen jól teljesíteni. Picit nagyobb terpesz, egy kis térdhajlítás, törzs, térdhajlít, törzs, váltott oldal, térdhajlít, törzs, térdhajlít, bal. Akkor most ki is jelentem, hogy ez lesz a jobb oldal, és akkor az a bal. Így van. Gyere még egyszer. Felébresztettük a testünket. Ez az. De azért még egy kicsit tovább ébresztjük. Keresztbe emeld a lábad. Ellentétes lábbal próbáld megérinteni a kezedet. Nem kell nagyot lendíteni, nem az a lényeg. Na, gyere, még egy pár. Így van.
Most pedig terpeszállásban ennek az inverze következik. Kézzel megérintjük az ellentétes lábat, és vissza. És a másik oldal. Ez az. Na gyere, még két pár. Nem sok, egy pár perc torna. Szerintem minden szakmában nagyon fontos, hogy művelje a kiegészítésképpen a tornát is a munka ereje, munkaképessége megőrzésére a dolgozó. Lesz egy gyakorlatunk, ami tulajdonképpen guggolás. Jobb láb lesz elől, bal láb lesz hátul. Harán terpesz. És ebben a helyzetben fogunk térdhajlításokat végezni, de kiegészítjük, hogy egy kicsit cifrább legyen. Ereszkedj le és döntsd a törzsed egy picit. A hátul levő bal lábadat hozd előre, vidd vissza, és emelkedj. Négy ütem. Ereszkedünk, előre, hátra, és föl. És nagyon fontos, hogy amikor lent vagy, akkor ne emelkedjen a fejed, amikor a bal lábadat előre és hátra viszed. Gyere még hetet. Még hatot. Le. Előre. Hátra. Föl. Még ötöt. Előre. Hátra. Föl. Négyet. Előre. Hátra. Föl. Hármat. Előre. Hátra. Föl még kettőt. És jön az utolsó. Persze a másik oldalon is meg kell majd csinálnunk. Sejtheted? Ez az. Leereszkedünk és lent maradunk. Vidd jó hátra a bal lábad, és feküdj rá a jobbra. Jobb lábszár függőleges. Ha nehezen megy, nyugodtan leteheted hátul a térdedet. Fekszel a jobb combodon. Páros karemelés, a cél, hogy zárd a lapockákat. Picikét, föl, 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 zárd a lapockákat. Fél percig. Most a hátizmokat dolgoztatjuk, erősítjük. Ha nehéz, tedd le hátul a térdet, mert ez egyúttal egy nagyon jó nyújtó gyakorlat is. A bal lábon a comb előső részét nyújtod így. Még pontosabban a csípő előső részét. És van még egy pici, 4, 3, 2, 1. Azaz! Jól van! Gyere, felemelkedünk, és megcsináljuk a másik oldalon. Jöjjön a guggolás. Kezdjük úgy, hogy a bal láb elől, a jobb láb hátul. Leereszkedünk. Hátul levő jobb előre. Hátra. És föl. Gyere még. Le. Előre. Hátra. Föl. Le. Előre. Hátra. Föl. Még hetet. Hátra. Föl. Hatot. Előre. Hátra. Föl. Ötöt. Még négyet. Hármat. Megy ez. Kettőt. És még egyet. Nagyon jó. Leereszkedünk. Most jön a fél perc. Elől van ugye a bal láb, hátul a jobb, és nem baj, ha leteszed hátul a térded. Ezt már szemből mutatom. Meló oldalról már megmutattam. Fekszel a bal combodon, emeld meg a karokat, és picikét föl. Így van. Zárd a lapockákat. Azok a hátizmok mindenkinél elég gyengék, tehát sok erősítésre szorulnak. És ez egy nagyon jó gyakorlat arra. Ráadásul a csípő lazítására most a jobb oldalon. A váll hátsó részét is dolgoztatod, karfeszítő oldalt is. Úgyhogy igen, összetett. 4, 3, 2, 1. Ez szép munka volt.
Lennmaradunk a talajon, mintha térdelő támaszban lennénk, azzal nehezítve be kell húznod a köldöködet, nem esik le a derekad, nincs völgy, behúzod a köldököd, egyenes a derekad, és azzal nehezítve, hogy elemeled a két térdet a talajtól. Tartsd meg, egyszer a jobb combodat engeded le a talajhoz, és vissza, majd a balt, és vissza, jobb, vissza, bal, vissza, jobb, közép, bal, közép, 8, 7, 6, gyere, gyere, 5, jó hasizom gyakorlat, 4, 3, 2, 1, megvan ez is. Nagyon szép munka. Azért készítettem ide a törülközőt, amit látsz, hogy erre térdeljek. Valami puhát tegyél a térded alá, ha szükséges. Van, aki anélkül is bírja. A következő feladatban ki kell nyújtanod a csípődet. Nem ülünk rá a sarkunkra, csak hátradőlünk. Nyújtott csípővel, comb és törzse egy vonalban. És hogy ez könnyebben menjen, emeld előre a karokat. És föl. Gyere, gyere! Dőlünk. Ez egy nagyon szép combgyakorlat, és mindenki olyan mélyre viszi, amilyen mélyre bírja. De nem hajlítja be a csípőjét. Ez az. Na, mennyi legyen még? Legyen még 6. Dőlünk. És föl. 5. És föl. 4, és föl, 3, ugye nem is nehéz, 2, és még 1. Maradhat a puha a térded alatt, megnyújtjuk a comb hátsó részét, hát mondjuk most a bal láb lett elől, akkor dőlj előre rá a bal lábra, nyújtsd ki jól a térded. Érzed, hogy húzódik hátul a comb, majd hajlítsd elől a térded, megint a csípő hajlító oldal, comb feszítő oldal, nyújtjuk a hátul levő jobb lábon, és aki bírja, az még elkapja, vagy az azonossal, vagy az ellentétes kezével a lábfejét, és odahúzza a sarkát a fenekéhez. Akkor jó, ha nem emelkedik a csípő, hanem lent tudsz maradni, és erről függőleges a lábszár. Hátul hegyes szöget zár be a comba talajjal. Nagyon jó, jöjjön a másik oldal. Másik láb elől. Nyújtsd a törzsed. Ha csak úgy éred el a talajt, hogy begörbül a hátad, akkor inkább maradj magasabban, és ne támaszkodj. Majd behajlítjuk elől a térdünket, függőleges a lábszár. Vagy az azonossal, nekem azzal nem nagyon megy. Vagy az ellentétessel, kapd el a lábfejed, húzd a sarkad a fenekedhez. Nagyon jó. Felemelkedünk, hát állásba tulajdonképpen. Megtámaszkodunk a combunkon, domborítunk kilégzéssel. Nyújtjuk a törzsünket, belégzés, gyere még kétszer, domboríts. És nyújtsd a törzsed. Még egy. Gördülj fel állásba. Jöjjön 3, szép nagy levegő. Melégzés. Jobbra engedd le a fejed, tedd rá jobb kezed, lélegezz nyugodtan. Lazítsd el a nyakad bal oldalát. És közép. Nagy levegő. Balra ismételjük a gyakorlatot. Engedd le a fejed. Milyen kellemesen húzódik a nyak jobb oldala. És közép. Nagy levegő. És meg is érkeztünk, nem is volt hosszú, és mégis átmozgattuk az egész testünket, visszatérhetünk a konyhába, így van, föl a kötényt, és szeretettel várlak legközelebb is, gyere mielőbb, várlak egy új programmal, szia!